Az én vagyok. És még három ember. Segíteni fogok nekik valami nehéz dologban, amivel egyedül nem tudnak megbirkózni. Megcsinálom helyettük. Ők pedig ugyanezt teszik három másik emberrel. Az már 9. És ők is továbbadják. Az már 27? Sosem ment a matek, de nagyon gyorsan nő a szám, érti? Kérek, halljam a véleményeket. Igen? Szerintem jó ötlet. Sean? Hülyeség. Adam? Becsületkassa. De senki nem becsületes. Na és? Te sem vagy az? Úgy tűnik, az osztály szerint túlságosan utopisztikus Trevor ötlete. Mit jelenthet ez a szó? Amolyan tökéletes világ. És? És? Miért támadt ez az ötleted? Mert... Minden olyan... szar. Chris Chandler vagyok, és egy nem mindennapi gyerek ül velem szemben. A neve Trevor McKinney. Biztosan nagyon büszke vagy magadra. Nem. Egyáltalán nem. Nem tudom, nem nagyon. Te indítottad el az add tovább mozgalmat. Mégsem vagy büszke rá? Hát, igaz, hogy kaptam egy jeles társadalom ismeretből, de csak a jó szándékért. Amit akartam, nem jött össze. De itt vagy? Igen, de nem tudom, sok mindent próbáltam. De egyik se sikerült. Anyának igen. Beszélt a nagyival. Kibékültek. Nem volt könnyű. Örültem neki, mert a nagyi eljött a születésnapomra. És már nagyon hiányzott. Az add tovább azért terjedt el, mert anya olyan bátor volt. Nekem nem ment. Vannak, akik megijednek attól, hogy másként is élhetnének. És attól, hogy a világ mégsem annyira szar. Vannak, akik úgy hozzászoknak a dolgokhoz, még a rossz dolgokhoz is, hogy nem mernek változtatni. Az ilyen emberek feladják. És ha ők feladják, mindenki veszít.